big booty bitches. Sziasztok, itt Lesi Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ma azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan lehet TH9-nél és TH10-nél egyetlen egy nap alatt 100 000 Dark Elixirt farmolni. És most nem viccelek, ezt tényleg meg lehet csinálni, azzal a stratégiával, amit be fogok nektek mutatni, remélem tetszeni fog, és vágjunk is bele! Nos kacok, akkor vágjunk is bele, hogy hogyan is farmolok én hogyan lehet farmolni naponta 100 000 Dark Elixirt, ami iszonyatosan sok. És tényleg nagyon sok. És kérünk mondjuk vizetok a CC-be. Akkor vágjunk is bele. 100 000 Dark nem kevés. Viszont ez a stratégia csak TH9 és TH10-nél működik. Mégpedig azért, mert ezt a kis cuki quint kell hozzá használnom. És itt lenne a sereg, amit én használok. 12 darab healer, 30 healer és 6 wallbreaker. A 12 healerből általában 8-at mindig felhasználok, 4-et mindig meghagyok, mert néha nem kell, nincs rá szükség. Azért 4-et, mert ugye mind a 4 barakba 1, és akkor 4-et meghagyok. És akkor nézzük is meg az attack logomat. Egy támadásra 2500 darkot lehet rabolni nagyjából. Az utolsó támadást nagyon elrontottam, és közben sorozatot néztem, és nem figyeltem, és a Queen képességét elfelejtettem elnyomni, ha elnyomom, simán megvan. És igazán az a vicces, hogy egyetlen egy spell is elég hozzá. Tehát, hogy itt nézzétek, itt az utolsó támadás, itt igazándiból pénzre mentem, de abból sem sikerült az összeset összegyűjteni. Tehát, hogy most van egy kollektoros út, arra nem a legjobb. Tehát, hogy arra nem a legjobb sereg. Itt ugye ez a másik 2232 dark, pontosan ugyanígy kétszer egymás után, illetve egy 10 eltérésre a másik. És itt volt egy nagy szünet, itt dolgom volt, aztán 8-10 perc eltéréssel tudok támadni, ami annyit jelent, hogy boostolom a barakjaimat. 40 gem, és ugye 2 óráig jó, és több mint 20 000 darkot össze lehet szedni. Tehát ugye óránként 10 000 darkot mindenféleképpen össze lehet szedni. És akkor nézzük az első támadást, ugye, hogy nem kell megnyerni a csatát. Itt lenne ez a bázis, maxolt TH9. Miért viszek miniont? Minionnal az egyik oldalt, majd a másik oldalt is tisztítok, hogy a Quint lerakom középre, és aztán szépen egyenesen a Dark Elixir felé menjen. Ugye itt tisztítottam egy kicsit, és azt hiszem itt fönt, igen. A TH-ra is leszoktam rakni pár minion, de itt most nem raktam, nem még ezzel a fölösleges volt. Szóval két oldalt szépen tisztítottam. Itt is lent bőven lerakhattam volna pár miniont a TH-ra, igazából simán meg lett volna, és hát akkor mehet a Queen és 8 darab healer rá. Ez nagyon érdekes, ugyanis alig megy lélet, tehát hogy nézzétek, lövik, visszatölti, és ez megy nagyon sokáig. Ugye ezzel a stratégiával az a baj, nagyon lassú, és barking, de amúgy nincs is szükség, és ezért viszem a wallbreakereket, hogy a Queen az ugye ne a falat lője, de persze folyton a falat lövi, mert imádja a falakat. És nézzétek meg, a Barbarian King elkezdi ütni, megüti, visszatöltődik, tehát hogy nem hal meg a Queen, ez a legjobb benne. És ráadásul a csata végén is életben maradt, tehát egyből tudunk támadni, a hősöket sem kell healálni. Szóval, itt vagyunk szépen, Giant Bomb, és előjött egy Levahound, aminek nagyon nem örültem. Itt ez nagyon sok időt igénybe vett. Ugye láthatjátok, hogy ott azért küzd az éle a Levahound-dal, meg a két X-Bomb valami őt lövi. Én TH9-el láttam ezt a stratégiát, 20-as Archer Queen-nál ugyanúgy működik, csak akkor az összes healert el kell használni, hogy itt majdnem meghalt a sok levapap miatt, elhasználtam a képességét, de utána újult erővel megy tovább, tehát még mindig maxos élete van, és szépen elkezdte a Darkot lőni, amiért igazándiból mentem. Itt úgy kell keresni, hogy csak a Darkot nézed, és megint elkezdte a falat lőni, le is endeltem, de mindegy. 2300 Dark, 8 healer, 30 million és 6 wallbreaker, ez spell nélkül, és nézzétek meg, Archer Queen-nek full élete van, tehát hogy tökéletes ez a stratégia. Egy YouTube-ostól láttam tegnap este, és annyira megtetszett, hogy ma egész ezt használtam, és nem tudom, 3-4 órája kockulok.
nagyjából, és 50 ezer darkot szedtem össze eddig. A cél a 140 ezer dark az Archer Queen-re, és egyáltalán nem lehetetlen, nagyon gyorsan lehet ezzel darkot farmolni, sőt még a többi nyersanyag is, egy kicsit is két falat is fejlesztettem 10-esre, ami azért nem olyan rossz. Következő támadás, meg egy pár támadás régebben megosztottam, most nem nagyon aktívak a klánba. Ezt elsőre Mantians Break után találtam. Ugyanezzel a stratégiával meg lehet csinálni az ilyen kollektoros bázisokat is. Ugye a minionok nagyon jók, ugyanis nem mindig tudják őket lőni. Egy pöppet lehalkítom a gépet, illetve a játék hangját. Tehát itt minionokkal szépen körbeszedtem, és leraktam a healert, Rekett és a Queen-t, az meg igazából full élettel végment, és leszedtem a maradék kollektorokat, ugye amiket nem kellett. És még ott a barkingem is, amit még fent felhasználtam. Legtöbbször nem is kell elhasználni, ez a legjobb benne, tehát hogy tényleg iszonyatosan jó stratégia, mindenkinek tudom ajánlani, hogyha egy kis darkot akar farmolni, és ráadásul a srác, aki csinálta a videót, utána számolt, tényleg simán össze lehet gyűjteni 100 000 darkot egy nap alatt, csak pusztolni kell hozzá a barakokat, és amúgy simán barcsal nem lehet ennyit összeszedni, ráadásul nem is kell olyan sokáig keresni, ugyanis tehát hogy a benti dárkosokat kell nézni. Arra mindig figyeljetek, hogy lehet, hogy sok dárkja van, de lehet, hogy a drillekben van, azt mindig nézzétek meg. Szóval itt volt egy támadás. Itt van még egy támadás. Ugye ezek már nem tudom visszajátszani. Megnézem, hogy közben van-e még másik. Nincs. Jó. Szóval ez egy TH10, hát TH9 amúgy. Itt volt egy Inferno, épül Inferno távol, amit le is szedtem az achievement miatt, nagyon jól jött. És hát akkor Queen healerek, hát az érdefenzekre figyelni kell, ugyanis hogyha itt most, mint látod, pont fölötte van a Queen, akkor ugye elkezdhetik a healereket lőni, de általában ez nem szokott olyan nagy problémát okozni. Wallbreakert amúgy mindenféleképpen vigyetek, és ugye 8 darab healer van, ami azért viszonylag sok, és persze ott a wallbreakerek berobbantottak a falat, és persze, hogy a másikat kezdi előni. Na mindegy, szóval az érdefenzekre figyeljetek, és igazából a Queen-re kell még figyelni, meg a, hát a hősökre is. A CC-re amúgy ezért kell egy darab lightning spell, hogyha van CC, általában nem mindig szokott lenni. Itt most ugye nem volt nálam, kicsit begyorsítok, már itt elalszok közben. Szóval egy pár milliónnal még tisztítottam, hogy biztos középre menjenek, két Archer kijött, ugye azokat szépen leszette. Picit begyorsítok tényleg, mert azért ez elég lassan megy. Nagyon kell figyelni, és nem ajánlom, hogy közben sorozatot nézzétek, ugyanis nekem 1000 buktam 2000 darkot, ami hát nem kevés, és a Queen képességére is nagyon figyeljetek. És itt az idő egy nagy ellenség, szóval meglett a dark, szépen 2500, és még itt a barkinggel beszedtem egy maradék pár százalékot, hogy azért meglegyen az 50%, ugyanis ezt az egészet goldba vagy kristálba csináljátok, silverben nem nagyon vannak ilyenek, szóval ott nem is lehetne. És azért az Archer Queen, hogy is Archer Queen átlő a falakon, és hát nincs sok élete, viszont sokat sebez. Hát akkor következő támadás, ugye ezt mutattam be, jöhet ez. Hát ez is egy TH9, ugyanezt a stratégiát alkalmazom, mint eddig, tökéletesen TH-t leszedtem, minionokkal szépen tisztítok. Tehát akkor nem sokára mehet is a Queen oda le. Ide szépen. Healerek! És nézzük meg, nem is sebződik meg annyira király. Tök vicces nézni, ahogy ott szépen mennek. És igazából szépen türelmesen kell várni erre az egészre. Ugye nagyon jó, ugyanis az egyik update-ba berakták, hogy a healereket egyik bomba se aktiválja, tehát még a Skeleton Trap is se. Itt már pár Wallbreakerre ugye beljebb jutottam szépen a Queen-emet. Tehát, hogy még a egyik csapda se aktiválja a healerek, tehát egyik légi csapda se aktiválódik, tehát hogy a healerekkel nem is nagyon kell foglalkozni, azzal kell foglalkozni, hogy a Queen képességet mikor nyomjuk el. Hát szépen meg is lett a Dark. Ugye itt volt pár gold a kollektorjában, úgyhogy szépen vártam vele, és majd leraktam a barkingemet, és be is szedtem vele szépen a maradék goldot. Ugye 150 ezer gold és 90 ezer elixir, az nem olyan rossz. Illetve nem túl jó, de az bónusz, tekintsük bónusz, akkor is darkra megyünk, amikor 2500-ot használtunk el. Ugye nagyon hamar lehet vele darkot farmolni, tehát egy nap alatt kifarmoljátok a hősökre a darkot, és mondjuk ilyen 10-es Archer Queen alattival ne is próbáljátok meg, mert ugye nagyon kevés élete van, és
keveset is sebez, szóval ez veszélyes, tehát hogy egy nagyobb szinte elcsökkint kell hozzá. 20-astól már tökéletesen működik, de szerintem 10-estől is. Nos. Következő támadás, és ugye ezt a fajrosat azt hiszem már meg is mutattam. Szóval itt azért sokat szívtam, ugyanis volt egy Witch a CC-ben. Queen-t leraktam. Szépen a hilleket és minionokat is, ugye a TH-t le is szedtem, abból az irányból mentem, meg a Dark is itt van, és az a vicces, hogy lefelé van állítva az X-bow, és tele van, és kifogyott az atak végére mind a kettő. Tehát itt a védekező ilyenkor biztos nem örül, ugyanis kifogyasztottam az X-bow-ját. Ami hát nem a legjobb, hogy mit ne mondjunk. Ott a Wallbreakerekkel fajloztam egy kicsit, és hát akkor mehetnek is a Wallbreakerek tovább. Igazából itt akkor van nagy szívás, hogyha nem arra megy a Queen, amerre kéne, meg akkor, amikor vannak CC katonák, mint például itt. Őt nagyon beszartam, úgyhogy le is raktam a Barkinget, meg a CC-t. Ami hát nem volt egy rossz ötlés, a Queen-t majdnem megölték a Teslák, és kettő darab X-ból lőtte őket, úgyhogy úgy gondoltam, hogy lerakok egy Heal spellt, ami nem volt rossz ötlet, ugyanis az a Witch, amit ott nem nagyon látszik, de ott vannak a skeletonjai, elég nagy problémát okozott. Szóval átcsökkinem a Darkon, két X-bow nagyon szépen lövi őket, egyik ki is fogyott. Majd az átcsökkint fegyeljétek, milyen okos, figyelj, nagyon, figyelj, figyelj. Leszedj azt a golyszerűsot. Jó, jó, oké, oké, szedje, figyelj, figyelj. Elmegy az X-bow mellett, és a CC-t kezdi előni. És ott a Barking, aztán azt. De mindegy, szóval szegénynek kifogyasztottam két X-bow-ját, viszont a CC-ből is meg lett alul. 2400 Dark, ami tökéletes, tehát hogy szerintem Championban sem lehet ennél gyorsabban Darkot farmolni, és hát most már jöhetnek az élő támadások, csak hát az a Queen-ecském alszik. De boostol van, addig be is mutatom nektek, hogy hogyan készül, hogyan rakom be a sereket, tehát hogy mindenhol berakok 3 darab healert, ami pont 12, és hogyha nem használok egy 4-et, akkor azt a 4-et kiveszem. A Wallbreakereket sem mindig használom, tehát hogy azt is mindig berakom. És az egyik dárbarakomat is boostolom, de nem muszáj, tehát hogy csak mindig szoktam várni a minionokra, és berakok ide 25-öt, ide meg 5-öt, ugye a boostolban van a 25, és indulhat is a támadás, de hát ugye 13 perc, úgyhogy vágás time, és mindjárt tiszt vagyok, itt vagyok. Itt is lennék, a Queen-em újult erővel fölé lett, úgyhogy menjünk is hát támadni, és arra gondoltam, hogy most nem vágom ki, amíg keresgélek. Kivéve, ha nagyon hosszú idő lesz, akkor egy vágás lesz most. De ha meg nem, akkor nem. Akkor nem vágom ki, addig dumálok valamit maximum. Na igazából sokáig szokott tartani ez a dolog. Hú, hát elég jó TH, nem csak nincsen sok dárkja. Szóval inkább úgy gondolom, hogy vágok, és akkor majd jöhet, amint találtam valamit. Nos, kacok, meg is találtam ellenfelemet, úgyhogy induljunk is neki. Még iszója sincs, és TH9, szóval ez így eléggé egyszerű lesz. Mehet a Queen. Healerek. Na jó, ezt jó lenne leszedni. A pár épületet ott. Pár Wallbreaker. Amúgy azt még nem mondtam, hogy TH10-eket ne nagyon támadjatok meg ezzel a stratégiával. Ugyanis, hogyha az Inferno eléri a Queen-t, akkor őt nem lehet healeni se heal spell-lel, se pedig healerekkel, ami hát nagyon hátrányos tud lenni ebben a stratégiában, és ez az egész a healerekre áll. Tehát ugye a healerektől függ. Szóval TH10-et ne nagyon próbálkozzatok meg ilyen beverni, mert nem nagyon fog sikerülni. Szóval Queen-ecske remélem befelé megy. Jól van, lőd a falat, ez az. Most végre azt sem én akarok. Ezzel körbe nézünk, köszönöm. Szóval Queen beér oda középre. Szépen várunk, várunk, várunk. Az anyád, a CC-t. Ezért van annak a Lightning Spell, ugyanis ez a sok-sok Archer lehet, hogy nem tűnik olyan ártalmasnak, viszont csak egy darab kínűt van, tehát mindenki őt lövi. Úgyhogy ezt le is dobtam, ezt a Lightning Spell-t. És ugye egyszer csak egyet tud lőni, ami hát nem olyan jó arány a CC ellen, úgyhogy vigyetek Lightning Spell-t és szépen dobjátok rá. Nos, Queen nénike mindjárt be is ér középre.
meg is van a Dark Elixir. Jaj, viszont kell nekünk a kupa, úgyhogy lerakom a Barkinget a TH-ra szépen. Nem sok minden lövi őt. Képesség. Azért a Queen képességét is elnyomom. És egy csillag, 2200 Dark Elixir. Ugye a Volbékületket elhasználtuk, és kevesebb healert is használtuk, úgyhogy kiszedjük 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 és 6. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Na szóval perceken belül kész van a seregem, de nem akarlak titeket untatni, úgyhogy vágástalan. El is készült a seregem, vágjunk is bele! Jesus! 4800 Dark Elixir. És az a vicces, hogy ugye nem a storage-okban van, ami, vagy nem a, de nem a storage-ban van, és hát kibaszott sok lootja van, úgyhogy ezt figyelembe vesszük. 2 millió a TH-ra. Nézem, hogy van-e egyáltalán ingyen épület, hát nem nagyon. Lerakjuk ide, itt van két gold mine, vagy Dark Diana. A Barkinget is biztos, hogy fel fogjuk használni, de ezzel még szépen várunk, és egy Wallbreaker berobbantja ugye azt a cuki hatos falat. Valószínűleg a Barkinget pedig elindítom innen 4 darab healerrel. Arra a single target Infernon nagyon vigyázni kell, ugyanis az fájdalmas lehet a Barkingünknek, ugye itt szépen szedek be egy kis lootot onnan. Na jó, Barking akció van. Ajaj, figyeljünk a Queenre. Ahogy ne. Szépen láthatatlan. Dark megvan, a lényeg megvan. Szóval itt van szépen a Barkingunk. Ó, nem fogja. És akkor így átmennek majd szépen a healerek a Barkinghez. Tökéletes, csak ne fókuszáljanak a Barkingre, az a lényeg. Ajaj, most a healereket baszakodja, healerekkel baszakszik. Nem is olyan nagy gond, hogy ugye elment oldalra. Tehát, hogy én azt gondolom, még van egy CC-m, és ezt a jó loot érdekében szépen lehelyezem. Persze, mint kurva átcsöttelve. Szóval, ja, azok a hülye healerek mit csinálnak ott? Hülye healerek, mit csináltak ott? Mit csináltak ott? Mit csináltak ott? Na szóval, gyerekek, hát azért viszonylag sok Dark Elixir még megvan, sajnos. Jól van, Barbarian King, brafó! Brafó! Kecifej! Jól van. Istenem. Na jó, kell nekem az a Dark Elixir. Kell. Nagyon kell nekem. Szépen remélhetőleg berobban az a fal, könyörgöm. Azaz, gyerekek, meg lesz az a Dark. Nagyon meg lesz az a Dark. Ó, oh, és meg lesz az Inferno is, ami kell az achievementhez. Uhú! Ez egy szép támadás volt. 1100 Darkot hagytunk nála, ami hát nem kevés, de hát azt nem tudtuk elhozni. És nagyon jó kis gold loot is volt, Infernót is leromboltam szépen, és tök jó loot volt, tehát hogy tök jók vannak itt goldban. Egyetlen egy spellt kellett elhasználnom, ami hát nem túl sok. Jó, ez itt már nincs sok értelme. Na gyerekek, ez egy combos loot volt, 430.000, 300.000 és 3700 Dark. Ez jó volt, gyerekek, ez nagyon ott volt. Szóval köszönöm, hogy néztek a videót. Mint látjátok, figyelni, vagy vigyázni kell a TH10-esekkel meg. Tehát, hogy ilyet azért nem hagynék ki, de nagyon vigyázni kell velük megtámadás szempontjából. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Kicsit hosszú lett, de remélem megért, és tényleg nagyon jól lehet vele Darkot farmolni. Köszönöm, megnéztétek, én ennyi lettem volna mára. Sziasztok!